Márta Ferenc, 60 éves, édesapa, négyszeres nagypapa. Bár nevelő otthonban nőtt fel és nem volt apa mintája, két lányát példamutató odaadással és szeretettel nevelte, kísérte útjukat. Ott volt mindig számukra és személyiségével, lazaságával és közvetlenségével, különlegessé tette a gyermekkorukat. Megtanította őket a munka tiszteletére arra, hogy értékeljék a pénzt, szeressék az életet, merjenek lazák és bolondosak lenni. Kirándultak együtt, úszni tanította őket. Ott volt, ha féltek, és megvédte őket, ha bántották, megtanította őket, hogyan kell a házi állatokkal bánni, közben pedig barátként is számíthattak rá, bár egy nézéssel is tudta őket fegyelmezni. Emellett még házias is, a lányok tőle tanultak sütni, a házi munkából is kiveszi a részét. Most már 4 unokájával foglalkozik hasonlóan. Ha kell, vezetni tanít, motorozni, de a kézilabda szeretetét is átadja unokáinak, megtanítja nekik a különleges mozdulatokat, taktikákat. Büszkén ott van minden fontos pillanatban az életükben. Márta Ferenc, 2020-es év Gránit Oroszlán példakép díjas a apa kategóriában. A lányai jelölték az apa kategória győztesének, hogy milyen érzés volt ez, amikor megtudta? Tudott erről a jelölés közben, vagy csak utólag tudta? Fogalmam nem volt róla. Nem volt semmilyen fogalmam. Meg is döbbentem rendesen, hogy egyáltalán van ilyen. Mikor? Hát ez akkor, amikor lányom mondta, hogy benevezett engem. És akkor én utána olvastam ennek a dolognak, és mondom, de én nem vagyok ide való, én nem. Tehát... Hát szerények, mindenki szerény ugye a maga módján, de azért öröm, nem, hogy az embert annak tekintik. Nem is az, hanem az, hogy amit leírt, elküldte, hogy mit írt le. És az ember ezt így nem fejezi ki. Tehát így soha nem beszéltünk így, hogy ő mit érez így igazából én irántam. Kicsit ugye kicsit visszahúzódó is volt egy csöppet, de így ilyen konkrétan, tehát hogy ezek, amikor le voltak írva, az most úgy engem is úgy egy kicsit úgy szembesített, hogy Úristen. Akkor valamit nagyon jól csináltam, hogyha egyáltalán valakiben ilyen gondolatok följönnek. Nagyon örülök nagyon később áll össze, mert az ember nem azért apa, hogy majd előbb-utóbb kapjon valamilyen díjat, hanem úgy apa. És sokszor nem is áll össze a kép, hogy ő pontosan milyen apa, tehát azért a visszajelzések ugye milyen jók. Tehát ez. Hogy többieknek is érdemes megüzenni, hogy néha apáknak érdemes mondani, hogy miért tartják jó apának, mert ugye milyen jól esik, hogyha... Megmondom őszintén, tehát hogyha még csak ezt így leírta volna nekem, ez tökéletesen az életemnek az értelmét megadta. Mondtam. És hogy az embernek úgy van úgy, hogy miért él, de amikor így visszajelznek rá, hogy tényleg jól csináltál valamit, hát ez mindennél többet ér. Most rendesen kirázott a hideg, amikor olvastam, így, mondtam Ninának is, mondom, nem megkönnyeztem, mondom, nem szoktam, de mondom, ezt most tényleg megkönnyeztem, és köszönöm, mondom, bármi történik is, tehát, hogy ha nem lekerülök be sehova se, mondom, ez nekem olyan, mintha leírtad volna az életem történetét, és ezt így összesűrítetted ebbe. És tudom akkor, hogy valamit tényleg jól csináltam. Értékelik az embert, ugye, mert ez egy értékelés. Értékeit felsorolják. És a nagyon korán nősült, ugye 20 körül voltak, és hogy már az elejétől kezdve fontos volt az, hogy milyen apa lesz, vagy hogy a család maga? Őszinte leszek, én három éves koromtól intézetben nőttem fel. Nekem fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy család, mert én egyik intézetből a másikba kerültem. Tehát ahogy nőttem, egyikbe a óvodás voltam, ott általános iskolás, most utána kikerültem az életbe. Tehát én nekem ilyen, hogy ilyen... Apa minta, példakép. Igen, meg anya mintakép, semmi nem volt. És ráadásul a nevelők is, ha jól értem, akkor cserélődtek folyamatosan. Teljesen, igen. Hát igen. Őtőlük el lehetett lesni ezt-azt, vagy csak egy ilyen vágy élt az emberbe? Hát, vagy 40-en voltunk például egy intézetben, ahol voltam én, mert ezek ilyen kisebbek voltak, akkor még nem volt, de akkor meg volt még fót, meg ezek, de én ilyen kisebbekben voltam, és az azért mégiscsak olyan kicsit családiasabb volt abból a szempontból. Tehát a nevelők úgy inkább csak olyan irányt mutattak, hogy
ez szabad, ez nem szabad, ez kész, ennyi. Tehát ott csak úgy fölnőttünk. Azért érdemes erről beszélni, nagyon érdekes, most örülök is, hogy ezt ugye felhoztam, mert nagyon sokan ma nem mernek apává válni, nem mernek családot alapítani, pedig olyan is annak, hogy épp egész családból származnak, de van olyan is, hogy elváltak a szülei, de ahol az egyike, de mégiscsak látott mind a két félén. Sőt, ugye vannak, akik rossz mintát látnak, sokszor azok is erős családot csinálnak, mert nem akarnak olyanok lenni, de annyi mentegetőzés van, hogy mi miért nem lehet a családot vállalni, ugye mi mindent kéne tudni előre, hogy most tényleg érdemes erről beszélni, hogy vajon amikor így nekifutott a családnak annak idején, akkor az mire alapozódott ezek után, ugye? Tehát a szerelem és kész, vagy azért tudta, hogy a világban ez szokás, vagy mi volt az, ami munkált ott? Én Isten igazából megmondom őszintén, én ahogy kikerültem onnan, egyet megfogadtam. Tehát, hogyha nekem családom lesz, mindent a világon, csak az lesz a legelső. Tehát mindent próbálok, hogy amit én nekem nem sikerült valami, bármilyen módon is, de ők ne érezzék ezt soha az életbe se. És ahogy észrevettem, ezt valamit sikerült hoznom. És ezt csak úgy, nem gondolom őszintén, az ember akkor úgy nem gondolkodott ezen, hogy most érdemes-e alapítani, vagy mire fogom. Volt így, hogy csak egy zsömlénk volt, a műző végére három zsömlére volt pénzünk, meg egy kis fajra. De boldogok voltunk, mert együtt voltunk a nejemmel is. És az volt a jó, hogy olyan helyre kerültem, tehát a feleségem is, meg az ő családja is, hogy tudták, hogy milyen hátterem van, és ezt soha nem értékelték. Ezt meg is akartam kérdezni. Ezt én soha, inkább még segítettek is, nagyon rengeteg mindenben segítettek. Tehát eleve bizalmat szavazott az a család, mert ott egy család volt. Tehát én ott soha nem éreztem azt, hogy neked nincs semmi. Hát kicsit rossz volt, mert nem voltak, amikor mentünk nagymamához, vagy valami, tehát akkor csak ilyen egy oldalú volt ez a dolog. Tehát egy nagymamád van, amikor kérdezték, hogy miért nincsen neked, és akkor a gyerekek még, amikor nagyobbak lettek, hogy hol van az én anyukám. De ez azért egy nyitott könyv volt, gondolom, a gyerekek számára, és az intézeti múlt, hogy mert ugye nagyon szépen írnak erről a jelölésbe is, azért is érdekel ez, ugye, mert tehát érdekes kérdés az önmagában, hogy az ember lehet, hogy aki mondjuk egy egész családban nő fel, az sose tervezi, hogy ő igazán komoly, felelősségteljes családapává akar válni, mert az olyan, mint a magától jönne. Aki viszont nem, az nagyon erősen tervezte, hogy ilyenné válik. Tehát volt, akkor azt jelenti, hogy hosszú éveken át érlelődött az, hogy ha majd egyszer ez családom, az jó lesz, ugye? Igen. Hogy ez sokat jelenthetett később? Hogy hosszú évekig érlelődött ez a szerintem, villámcsapásként jött? Igen. Ez ott van az ember mögött mindig. Ez úgy tolja őt, hogy ezt csinálni kell, ezt így kell csinálni. Tehát, hogy ez a család, te vagy az apa, te vagy a családfő, neked többet kell. Én nekem mindenhol többet kellett, ha a származásom miatt is. Tehát én majdnem úgy duplán tettem le mindenhol. Tehát a munkahelyemen ott volt olyan, aki azt mondta, hogy te lelentes vagy, én tartottalak el. Nekem kétszer annyira kellett dolgozni, mindent majdnem még egyszer úgy mutatni, hogy nem azért vagyok én most itt, hogy ő a hátán éltem én, hanem abból vagyok, jobban, a saját, sajátomból vagyok én. És ez mindenhol úgy mutatkozott, hogy én nekem duplán kellett. És ez ugyanúgy a családban is, tehát még oda tettem. Tehát amikor ma fáradt volt az ember, nem menjünk még. De önállóan tette oda, nem azért, nem mert szólta senki. Valaki, hogy... Hát nem is lehetett ezt, hát kitől? De még az asszony se, ugye, de milyen érdekes, hogy valószínűleg az asszony megbecsülését is akkor az váltja ki, hogyha az ember magától cselekszik, nem? Igen. Ez úgy jött belülről, ez az igazság, megmondom őszintén. És ez most végig kísért az egész életemet. És az a legjobb, hogy ilyenkor, amikor már tényleg így 60 évesen már, most jönnek így a visszajelzések. Tehát az unokáktól, a lányomtól, most tőle, meg mindenhonnan. Hogy valamire hosszú időt kell várni. Nem is jön, de ha jön, akkor ugye akkor ez nem rövid távú dolog a szülőség, nem? Nem. Ez most jön a még jobb korszak, mert most egy kicsit
Már csak az unokákra kell gondolni. És az milyen? A szülőséghez képest, felelősségbe, tehát egy ilyen habatortán, ahhoz képest, amikor a saját felelősség a saját gyermek. Ez életünknek a nagyon jó része, amikor ezek vannak. Ezt nem lehet úgy elmondani, és meg kell élni tényleg. Hogyan történt maga az apává válás? Hát, úgy szép lassan. Én úgy érzem, hogy olyan szépen lassan. Tehát úgy, amikor megszületett az első... Az katarzis, meg mellbevágó, vagy ijedelem, mindenféle dolog szokott lenni, ugye, mert azért könnyű. Igen. Megmondom őszintén, nekem olyan valahogy olyan természetesen jött az egész. Amikor hazahoztuk a lányomat, én fürdettem például először. Nem a nejem, nem az anyósom, nem... Én vetettem a kádba, fürdettem, pedig az életben nem volt még, nem is gondoltam, hogy hol lehet ez, vagy hogy kell. Ez egy férfi bátorság, azt hiszem, tehát én is emlékszek erre, és egy darabig bátrabban mertünk hozzányúlni, mert a nők néha úgy féltek, hogy esetleg leszakad a fejed, de nem szakad le, mert jó rá van ragozott. Úgy mi megmutattuk, hogy ezt így kell csinálni. A színenőntől nem volt gond vele, például ez is. Én csak azért érdemes erről beszélni, ugye, hogy nem volt se ilyen minta, se olyan minta, hanem hogy valójában ez a felelősség érzet, ez egyrészt ösztönös is lehet, gondolom, hogy mennyi származik a feleségé iránti szeretetből, vagy abból az együttműködésből, ami a feleségével volt. Erre hogy emlékszik, hogy abból kellett noszogatni? Most őszintén kérdezem, mert sok férfi most úgy van, hogy addig nem csinál semmit, még az asszony nem mondja neki, hogy csináljon, és akkor is fel van háborodva. De hogy, és ennek ellenére, hogy ez az együttműködés hogy alakult ki önök között, akik ugye egyik az egy rendes családból jött, és a másik ember meg az intézetből. Hát én úgy gondolom, hogy ez, nem is tudom. Szerintem nem kellett ez. Ez az annyira természetes volt közöttünk. Nagyon jó összhang volt, most is az van, de a nejem akkor még tanult, elment például Esztergomba, nyugodtan ott hagyta a gyereket 3 napra, mert akkor úgy volt még, hogy ott kellett maradnia, soha nem volt gond, hogy most kire bízza, vagy én otthon maradtam. Ez annyira természetes volt. Ez nekem, nem is tudom, lehet, hogy ez ilyen bizonyítás is, hogy azért érdemes, én megmaradtam, hogy valamiért megmaradtam, mert rengetegen, akik kikerültek, nagyon sokan lemorzsolódtak, tehát már nem is tudnék mutatni egy-két embert, aki ebből a csoportból megmaradt úgy emberként, hogy nagyon sokan lemorzsolódtunk. És ez olyan bennem maradt, hogy nekem senki nem mutatta meg, nem, de én nekem ezt csinálni kell, és úgy én szoktam mondani, de most ugye lehet, hogy ön visszatudja igazolni, hogy igazam van-e, vagy nem. Hogy ha csak a királyok életének lett volna értelme, vagy a hadvezéreknek, hogy ők mekkora dolgot csináltak, vagy a nagy művészeknek, hogy mit mindent festettek, akkor kipusztultunk volna régen, ugye, mert olyant kellett kitalálni, ami minden egyes ember életének kiteljesedést tud adni, értelmet tud adni. És hogy vajon, ugye én mindig azt mondom, hogy ez a mindenkinek értelmet adó dolog, ez a család végső soron, mert ez lehetőség mindenkinek. Lehet, hogy a többiek nem találtak bele ebbe, akik lemorzsolódtak, akiket a intézeti kollégák, vagy... Sajnos úgy igazából nem maradt meg köztünk a kapcsolat, tehát hogy így el tudjunk beszélgetni. Nem tudom. Valami ez egy cél is volt? Volt-e olyan vágy annak idején? Most erre tényleg azért vagyok kíváncsi, mert ugye ez egy nagyon érdekes történet, hogy gondolt arra, hogy innen kikerülve mindenképpen minél hamarabb családot mert, vagy nem, hanem ez csak így előfordult, jött, és utána beleállt. Jaj, nem, hát ez így nem lehet, hogy... Hát nem ez volt így jött, tervben, így jött, nem. Hát előbb a tanulás volt, mert... Jártam, a ipari tanulóintézetbe jártam, akkor csak úgy tanult az ember, meg elkezdtem sportolni, kézilabdázni kezdtem. Mikor? Mert a kézilabdára rá akartam kérdezni, mert az egy fő
dolog ugye azért foglalkozott meg ezzel az, komolyan az igazság is. Szerint az volt a másik. Tehát volt a családom, és volt nekem a kézilabda. Tehát a kézilabdában is olyan csapatom volt, és az még most is megvan, hála a jó Istennek, együtt vagyunk még mindig, hogy ott is úgy fogadtak be engem, hogy nem érdekel. Tudták, hogy milyen hátterem van, mert ahogy beszélgettünk meg minden, de ugyanúgy vettek, ugyanolyan emberként bántak velem, na, az az igazság. Igen, de ahogy jól értelmezem. És az egész csapat úgy nem is, hogy vigyázott rám, de éreztem, amikor edzés volt, vagy valami volt, akkor éreztem, úgy hívtak, hogy Ferike például, tehát ilyen nagyon bensőséges volt, maradt a viszony, és ez olyan jó volt, mert jó érzés volt oda menni. Közösségre igen. Tehát jó volt valahova tartozni is, azon kívül, hogyha otthon voltam, és utána jó volt ez is, itt is nagyon jó volt. De azért, ha jól értelmezem az eddig elmondottakat, azért sokat is tett azért, hogy értékeljék, hogy rendes embernek tartsák. Tehát ott volt egy elég erős erkölcsi iránytű. Hogy ezt az erkölcsi iránytűt honnan szerezte, ugye? Tehát mert ugye ott a nevelőktől nevelőkig, intézettől intézetig, és abban a közegben, ahol másoknak nem biztos, hogy ugyanez az erkölcsi iránytű jött, hogy állt össze ez, hogy mit kell ahhoz csinálnom, hogy elfogadjanak egy közösségbe, hogy én rendes része legyek ennek. Mert ugye mások meg azt alkalmazták volna, hogy hát akkor amit lehet, megmozdítok innen, vagy bármi más, most értem, mondok ilyen példákat. Nem hiszem, mert szerintem, hogy oda kerültem, tehát hogy a létrám itt fölfelé az ember. Gyermekkorra vagyok kíváncsi, hogy hogy alakul ki ilyen körülmények között az a tartás, ami most is látom, hogy így jellemzi, és az egész jelölésben is benne volt, ugye, hogy mégis amire már odajött, hogy családot alapított, addigra már megvolt ez a tartás, és tudta, hogy ő hogy kell viselkedni, mit akar ahhoz, hogy... Nem tudom megmondani, ez... Nem tudom. Hála jó Istennek bennem volt, megmondom őszintén. Tehát így most megmondani, hogy most ez honnan... Nagyon örülök, hogy bennem van. Igen, és hogy ugye gondolom minden egyes bizalom, amit adtak, akármikor, 6 évesen, 8 évesen, valaki csak egy pillantása valamivel, az mindig egyet hozzátett ehhez, hogy igen. Ezt így jobb, nem? Igen. A munka tiszteletét már említettük, most szemezgetek egy kicsit a jelölésből, amit ugye mondtak, hogy a munka tisztelete, azt hiszem, hogy ez egyértelmű az eddig elmondottakból is. Az életszeretet és az optimizmus, azt kiemelik itt a lányok ugye a jelölésbe, hogy az életszeretet és optimizmus, ez miben nyilvánul meg? Márta Ferenc, hogy áll az élethez? Hát, hogy mondjam, nem tudom. Mindig szerettem volna még kicsit jobbat, hogy a másiknak jobb legyen. Tehát ez ugyanúgy a, nem csak a családomnak, tehát a barátoknak, ismerősöknek, bárkinek, akinek tudtam, én mindig mentem, segítettem, tanultam valahol, akkor ezt csináltam. Ez olyan dolog, hogy jó volt adni. Én nagyon szeretek. Én nagyon nehezen fogadok el dolgokat, de adni azt nagyon szeretek. Mert látni azokat a visszajelzést, hogy valakit meg tudok lepni valamivel, bármivel, csak egy, hogy elmélyek segíteni, megveregetni csak a vállamat, vagy megköszönni, csak annyi, hogy köszönöm. Nekem tökéletesen elég. Nem lehet, hogy ez a legjobb kapás? De szerintem az adás. Igen. Tehát ebből a legfontosabb, ami úgy gondolom, hogy valami módon visszatükrezi az egész lényemet, az, hogy amikor a nejemmel összeházasodtunk, akkor a ünnepek, a karácsony, ami a család mindennek a jövője, az olyan karácsony volt. És én olyan szintre emeltem ezt elmondhatom, olyan szinte, mert bennem mindig az volt, amikor ünnepek voltak az intézetben, akkor 3-4-en maradtunk egyedül, mert akinek voltak szülei, már valamilyen elvitték.
és hárman négyen maradtunk az ünnepekre, egy nagy fenyőfa, meg ilyen, és az nagyon, nagyon rossz volt. Igen, igen. Tehát az ember csak úgy volt, és tudta, hogy ez valamilyen ünnep, de hogy ennek nem, volt, nem a lényege, éreztem. A lényege nem volt igen, ott, igen, az ünnepnek. Na és amikor az utolsó pénzemet is egy égő sorra vettem, karácsonykor, és kaptam a nejemtől, hogy költhettem ezt el erre, de amikor földíszítettük a fát, és megállt, a csöplányom ott megállt, és csak így állt, és lekapogom, mert a lányaim ezt most ugyanúgy visszaadták a gyerekeknek, tehát amikor karácsony van, akkor minden föl van díszítve, minden világít, mindenhol díszek vannak, és a visszajelzések a bőmtől, meg ilyenektől, hogy ez minek. És ez olyan jó volt, amikor tényleg az ünnep volt, és akkor úgy érezte az ember, hogy ez olyan csodálatos dolog, és ez tőlem maradt meg bennük. És mindig mondták is, hogy mert apa így csinálja, meg az apa úgy csinálja. És ez nagyon jó érzés. Mert az léleknek jó, az ünnep, és az a lelket igen, öltöztes, igen, igen. És szerintem ez a csúcsa, ez valahogy egy kicsúcsosodik itt, amikor ez amikor tényleg együtt van az egész család. És még most is mindig, még ha így is, hogy fölmegyünk ide vagy oda, de mindig megtartjuk. Mennyire fontos lenne megtanulni mindenkinek, aki a jó módban is él, olyan családokban, hogy a lelki szükségletünk az igazi. És nem az ajándék a fontos, nem. Ez. A készülődés. Én sütöm a süteményeket. Mindig én csinálom. Igen. Én csinálom a mákos, a beiglit, én csinálom mindet. Azt viszem nekik. Milyen érzés egy férfinak, hogy ő teszi le az asztalra? Én is szoktam, csak azért mondom. Nagyon jó, megmondom, hogy nejem főz, én sütök. Várit megsütök. Tehát bármilyen süteményt megcsinálok. És jól. Mert mondták mindig, hogy most zserbót hozzá nekem, most sajtos rúzat csináljál, mert azt szeretnének a gyerekek. Most a dobostortát, vagy bármit ilyeneket. De ugye itt ül egy ilyen tagbaszakad bika ember, és mégiscsak szeretjük azt, hogy ugye azt mondják, a nőknek jó a táplálják. Jó, a férfiaknak is, ha táplálják a családot, igen, nem? Igen. Régebben most csak gyors kitérő, hogy a beavatási szertartások régen a férfiak, hogy vért csöpögtettek, kint éheztek 3-4 napig az erdőbe, ezek ilyen törzsi beavatások nem nálunk voltak, és utána azt a vért, amit belecsöpögtetett mindenki, abból mindenki hívott, most ugye furán hangzik ez, de az lényege az volt, hogy ők azt üzenték a világnak, hogy ők is képesek egymást is táplálni erővel, mindennel, és a világot is tudják táplálni, akár a vérükkel, és ezek átestek ilyen dolgokon. És mi is szeretünk táplálni ugye ilyeneket, a családot főleg, de a barátokat is, mert ugye a gondoskodás másokról, ezt is érintettük, már ki van emelve, de nagyon örülök, hogy ez magától is kijön, hogy ez az igazi öröme az embernek, ugye, és hogy vannak, akik nem értik, de azok értik meg, akik megtapasztalták, nem? Tehát aki már túl van ilyenen, az utána már csinálni akarja, nem? És ez néha úgy is jött ki, hogy tehát a család rovására is ment. Tehát amikor már mondták, hogy már nem kéne, nem ennyi már, mert ez, és az embernek mégis úgy éreztem, hogy nekem menni kell, nekem én ilyen vagyok, én ezt csinálom. És néha így voltak belőle összezördülések is, de igen, szerintem. De gondolom ez azért is van, mert ráállt arra, hogy kell azért a mások szeretete hiába, mert ez egy fontos dolog. De alapvetően ez azt hiszem az ember legmelsőbb dolga, hogy, és ezt nem értik ma sokan, hogy adni másoknak, mások boldogságáért tenni, az miért a legfontosabb dolog, miért az én boldogságom, ugye, de... Igen, igen. Hát most már mondják a lányok is, azt hogy már apadnál, te ne ígérjél meg senkinek semmit. Már most már ne ígérd meg, azt mondja. De hát tudom, lehet. Hogy ha megígérem, akkor megyek, megcsinálom. Most már fogjál vissza, ne ígérjél. Tehát ezt mindig most már megkapom. De igazuk is van, tehát most már tényleg én is azért fejben is próbálom. De ha valaki olyan, akkor de olyan. Ez, igen, igen, nem? Igen. Igen, ez már nekem megmarad így végig. Azt mondják egész a lányok, hogy az apaság egyik apasága egyik legfontosabb ilyen részének azt tartják, hogy szép szóval
tekintettel fegyelmez? Hát, őszinte leszek, én egyszer vertem be fenekére a lányomnak, Linnának, az életben nem fogom elfelejteni. Soha, büdös életben nem emeltem többet. A kis fenekére rávertem egyszer, hát az valami, hát olyan, mintha megöltek volna, valamit megöltek bennem. Szóval akkor mondtam is nejemnek, hogy én bármi történik, bármi. Csak másképp. Mitől elég az, hogy az ember tekintetére is figyeljenek oda, ugye, mert azok szoktak verekedni, akiknek sem a szava, sem a tekintete nem elég. És gondolom, hogy nem a ilyen színpadias tekintettől lesznek ők jók, hanem mi kell ahhoz, hogy odafigyeljenek? Nem tudom, lehet, hogy volt bennem valami olyan, amikor bementem, azt mondtam, na most elég. És akkor volt úgy, hogy így összerázkódott, csak semmit nem csináltam, csak így mondom, Aliszka, bántottalak én az életbe valahol? Nem, akkor most miért volt ez a mozdulat? Hát azt mondja, mert éreztem de valami. De lehet, hogy akkor nem minden nap mindenre mondta azt, hogy nem, hanem amikor időnként az már kellett. Nagyon a vég. Mert akkor hozzászoknak, hogy mindig mondja, hogy nem, és úgyis igen, az nem jó. De most ugye az apasságról is beszélünk, hanem az, hogy egy darabig mehet, de amikor egyszer azt mondja, hogy nem, akkor az legyen nem. Nem? Igen, tehát, hogy lehet, hogy ezt érezték? Igen, szerintem az lehetett valami olyasmi. Hogy a kevés, az sokszor több. Igen. Pedig én voltam mindig a engedékenyebb. Mert apád megengedi. Mert apád így csinálja. De mégis, amikor azt mondtam, hogy az ott legyen, akkor az ott volt. Tehát azért mégiscsak volt valami olyan, amit úgy éreztek, hogy ezt nem szabad túllépni. Ezt nem szabad túllépni. Igen. Apa azt mondta, hogy ez ott van, akkor ennek úgy kell lenni. Ha megtanulom, akkor meg kell tanulni. Mind a két lányom diplomázott. Minden két lányomnak olyan körülményei vannak, ami nagyon, és ez mind a kétkezi munkából volt. Tehát nekem senki nem adott alám egy autót, vagy egy házat, vagy valamit, mindent. És még most is bármi van, vagy bármi kell, még mindig ugyanúgy csinálnám. És én azt látom, hogy ragyog. Látom, hogy megvan szörnyen, rokkanva, megvan szürkülve, el van kedvetlenedve, hanem... Hát nem hagyom el magam megmondani. Azt látom, hogy ez az egész nem lehetett könnyű. Nem. De ez volt, ez szerintem... Akinek háromszor könnyebb, az jobban meg van rokkanva. Az megy pszichológushoz, az megy nem tudom hová, mindenféle problémák vannak, hogy mégis honnan ez az optimizmus, ugye? Mert az optimizmus az a derülátás, az, hogy most is egy nehéz helyzet van, mert itt van ez a járvány közepette vagyunk, és mégis kell valami, ami átviszi az embert. Nem tudom. Mindig ilyen volt, vagy... Mi táplálja ezt az optimizmus? Miben hisz? Én igazából soha nem féltem semmitől. Tehát én mindenben belevágtam. Már úgy érte, hogy észszerű dolgokban. Tehát soha nem, hogy ez most mi lesz ezzel, vagy hogy lesz. Nem. Csinálni kell. Meg kell csinálni. És ha baj lesz, kijavítjuk. Ha így van. Csak abból tanulunk. Amit megcsináltam, egyszer is jó lett. Tökéletes. Onnantól kezdve már ez nagyon jó volt. Tehát ez nem tudom. Ön milyen tulajdonságokat emel neki? Mert ugye a lányok elmondták ezeket, de hogy egy apának mi a fontos? Nem is magáról beszélve, hanem általában mi a fontos az apaságból? Most így visszatekintve saját tapasztalatból, nem a lányokéból. Egyik az, hogy csak jöjjön magától. Tehát nem tudom úgy mondani. Az a baj, hogy ezeket nem lehet úgy szavakba önteni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a cselekedeteinkben. Tehát elmegyek vele edzésre. Ott vagyok mellett, amikor sír, vagy bármi, csak megsimogatom, vagy valami. Tehát bármi probléma van, mindig hív engem, és akkor mondja, hogy ez vagy az van. Tehát egy ilyen, hogy jó csinálja a dolgot. Egy ilyen visszaigazolás az a szó, hogy ez olyan jó dolog, hogy tehát ez
de szerintem ez úgy jön az életből, nem? Én úgy gondolom, hogy ezt nem is lehet tanítani egyik. Tehát, de nagyon jó, hogyha biztos, hogyha valakinek van egy ilyen, jó lett volna nekem is egy ilyen apa van mögöttem, mert biztos, hogy valami sok dologban könnyebb lett volna. De úgy érzem, hogy így meg azért jó, mert tudom, hogy magamtól csináltam meg. Tehát nem valakinek a sugallatára, vagy látszatára, vagy valami, hanem ami bennem valamilyen módon élt, és úgy érzem, hogy az jó csinálom, és ebbe nagyon sokat segített a feleségem, anyósom, mindenki. Tehát aki ők meg nélkül nem tudtam volna így megcsinálni, az biztos. De mégiscsak arról szól ez az egész, hogy ha az embernek a belső, tehát az a nem az iránytűt már használtam, hanem helyén van a szíve, akkor mindenre jól reagál, mindenre jó megoldást tud találni, csak a központi, a szív kérdésnek kell a helyén lenni, és akkor a többi már az emberekkel való kapcsolódásba is meg tud jönni, a gyermekeimmel is, az asszonnyal is, de azért kell legyen egy belső tartásnak, és arra a jó rá tud ragadni. Igen, biztos, hogy így van, de igazából, hogy mint apa, én szerintem a gyerekeknek a részében jön vissza, én úgy érzem. Tehát ott, a gyerek sikeréből? Nem, ahogy nő is, és ahogy vonzódik, vagy mindig apásak voltak nekem a gyerekek, nem tudom miért, bármi volt. Mindig apjukhoz jöttek, mentünk, együtt mentünk játszótérre, mindenhova együtt mentünk. Tehát nem volt ilyen, hogy mindig együtt voltunk. És ez annyira természetes volt. Tehát én soha nem is gondolkodtam ezen. Együtt másztam fára velük, meg minden. Nagyon érdekes, hogy másokat tanítanak erre. Kicsit úgy érzem, az előbb az a kép alakult ki a fejembe, hogy valami olyasmit nyújtott a lányainak, mint hogyha egy könyves polc lenne, aki mindig ott van, néha azért szól, hogy itt a határ, de egyébként engedi nekik, hogy azt a könyvet vegyék le az apából, amit éppen akkor szükség van, azt visszarakják, és hogy ez is egy valami ilyesmit érzékelek én ebből, és hogy ez milyen jó volt, mert egy jó eredménye születik, és egy derűs embert látunk itt magunk előtt, aki hát nem egy apa példaképére benne vagyok jelöltek. Minden jóban benne vagyok, még most is, megmondom őszintén. Még 60 évesen is járok standkézizni például az idő öregekkel. Nagyon hát ez jó. Nagyon jó dolog. Meg várnak is, meg várják is azt, hogy ott legyünk, ott a pályán is ott legyünk. Ilyen apákat. A fiatalok már, az olyan jó, hogy Feri papa, csináljuk, ezt akkor csináljuk, olyan jó még. Igen, hogy másoknak is akkor a példaképe tud lenni, másoknak a ragyogás, ami van, az másokra is kisugárzással tudhat, nem csak a családra, hanem a barátokra, a fiatalabbakra, igen, bárkivel, aki a kézilabda csapatban nőttek fel. Igen. Tehát még erre ki se tudtunk igazán. Én az apaságra fókuszáltunk, most nagyon-nagyon örülök, hogy ez remélem, hogy sokaknak így legalább elgondolkodtató, meg szívet melengető beszélgetés volt. Köszönöm szépen Márta Ferencnek, a Gránit Oroszlán példakép díjas apának. Köszönöm bárki, szépen. Bárki kapja is, szerintem, amit már valakinek leírták ezeket, szerintem az már díjazott, az már. Tehát még aki nem is került ide be, hanem csak megjelent valahol a visszajelzés. Valamelyik gyerekének eszébe jutott, hogy nekem az apukám ezeket meg ezeket csinálta, és ez nekem nagyon jó dolog, ez nekem már akkor már megérte. Ezért is csináljuk, mert mindenki nem kapja meg konkrétan a díjat, de a jelölteknek is visszaigazoljuk, és küldünk oklevelet, hogy őt jelölték, és akkor az a fontos visszajelzés. Biztos, hogy kitenném, biztos, hogy ott lenne a falon. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Egészséget kívánunk továbbra is, és jó nagyapaságot. Köszönöm szépen.